Budapesten az elektromos csarnokban rendezték meg az asztali tenisz diákolimpia országos döntőjét. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét 80 képviselték, közülük 6-an egyesületi színekben Apagyon ütik a labdát. A korábban Norvégiában is edzősködő, jelenleg a válogatott keret mellett is dolgozó Oszlánszky László vezetésével érmes reményekkel utazott a fővárosba az apagyi különítmény. Az 1-es-4-es korcsoportos fiúcsapat igazolta is a papírformát, a Hanuscsák Csaba Polgári Balázs páros a második helyet szerezte meg. Egy nagyon erős csoportba jutottunk tovább, második helyen, szóval mondhatnám, hogy szerencsés sorsolással jutottunk el a döntőig, mert a csoportban volt egy Somogy megyei csapat, ahol egy Juhász Dominik nevű srác, már a tavalyi csapat tag volt, és ők győztek tavalyi verseny során, úgyhogy gondoltam, hogy versenyben leszünk, mert erős csapat. Hát őket sikerült a két egyéni során legyőzni, így a páros már nem nagyon számított. Igaz, az is 3-2-re ment el, de végül is nyertek a fiúk. Utána a békésiekkel játszottunk, akikkel az első helyét játszottunk a csoportba. Ellenük már egy kicsit fáradtak voltak a srácok, mert folyamatosan játszottak, és nem bírtuk a terhelést. Aztán egy kis pihenő után jöttek a egyenes kieséses szakasz, és ott azért magabiztosan eljutottunk a döntőig, ott már az ellenfeleknek úgy nem volt esélye. Az apagyiak a döntőben Jász Nagykun Szolnok megye válogatottjától szenvedtek 2-0-ás vereséget. Szintén eljutott a döntőig Hanuscsák Fanni, aki a fináléban elszenvedett veresége ellenére sem volt szomorú. Elégedett vagyok, mert az utolsó döntő meccsbe az első helyre, abban már kikaptam 3-0-ra. A harmadik-negyedik korcsoportos lányoknál az Analcsi Csépke Erika a harmadik helyet szerezte meg, míg az apagyiak első-negyedik korcsoportos lánycsapata a hatodik helyen végzett.